de 12 versenyző van itt az elmúlt világbajnokságról. Itt van a világbajnoki ezüstérmes Peter John Stevens Szlovéniából, a döntős Robert Linca Romániából, Bernek Péter, Veraszló Evelin, Kapás Boglárka, a győri versenyzők mellettük, a felsorolni is nehéz, Bicó Bence is itt fog úszni, Veraszló Evelin. Azt gondolom, hogy nekik inkább a célversenyük az nem a Győr Open, hanem ilyenkor általában vannak rövidpályás pénzdíjas versenyek, jelenleg Szentpéterváron, Svájcban, és inkább ott kellene lenniük, de tulajdonképpen ez egy dicséret, hogy ide jöttek. Én nem is értem, hogy miért, de nagyon örülök neki, és nagyon büszke vagyok rá. Mit ajánlasz a ide látogatóknak? Melyik versenyszámban lesz szerinted a leglátványosabb, legizgalmasabb csata? Hát ma délután az 50 férfi gyorson biztos, hogy nagyon izgalmas versenyt látnak, hiszen több győri versenyző is képviselteti magát a döntőben. Lobanovszky Maxim a második legjobb idővel kvalifikálta. Itt mindenképpen érdemes megnézni, Takács Krisztián is ott lesz, aki sokszoros országos bajnok ebben a számban. Egyen kívül a női 200 gyors szintén ma egy kiváló versenyszám lesz. Késej Ajna, Kapás Boglárka és Veraszló Evelin versenye. Szerintem ez bárki élvezi, aki lejön és megnézi. Nálunk a győri úszó sportegyesületben mindig kettő részre kell bontani a dolgokat. Van egy elit része a csapatnak, akik olimpiára járnak, hiszen most már 5 olimpikonunk van a csoportban, akik ott voltak Rióban. Ők egy döntős és egy 9. helyezést hoztak az olimpiáról, emellett volt ugye 10. hely, 17. hely is, ami nem rossz, de azért a jótól még messze van. Persze az úszás az egy nehéz és komoly sportág, nem könnyű eredményt elérni benne. Az utánpótlásunk viszont 16 országos bajnoki címet produkált, ami csak a saját utánpótlásunk. Én arra vagyok a legbüszkébb, mert hiába hoztunk mondjuk 5 érmet az Európa-bajnokságról, ez is egy kiváló eredmény, de a szívemhez nekem a saját nevelésű versenyzők állnak a legközelebb, hiszen ez is lenne a cél, hogy ezen a helyen, ahol 3 éve egy gödör volt csak, és az őzikék szaladgáltak, ma már az ország rövidpályás és a nagypályás bajnok csapata, a legnagyobb úszóklubja van, és mi rendezzük az országban a legnagyobb versenyeket. Ez egy nagy büszkeség, és azt gondolom, hogy ezért is épült ez a létesítmény, hogy használják. Tegnap ott voltál a úszószövetségnek a közgyűlésén. Hogy érzed, hova fog kifutni ez a történet? Milyen megoldás születhet itt, hogy tényleg mindenki utána a munkára, a sportra tudjon koncentrálni? Azt gondolom, hogy aki a munkára akart koncentrálni, az eddig is a munkára koncentrált. Nekünk így Győrben nem az a feladatunk, hogy az élversenyzőinkből milliárdosokat csináljunk. Mi nekünk az a feladatunk, hogy az úszásoktatás az rendben legyen, hogy akármilyen kisgyerek, akármilyen fiatal Győrben az úszósportot választja, akkor a képességeinek csak a saját akarata jelentse a határt, ne az infrastruktúra, ne a szakmaiság, nekünk a fiatalokkal kell foglalkozni. Ez az egész bonyodalom, ami most az úszószövetség körül van, én úgy érzem, hogy inkább egy személyes ügy, amiből jobb kimaradni. Mit kell egyáltalán tudni a svájci úszóéletről? A svájci úszóélet viszonylag halvány a magyarhoz képest, egyetlen egy olimpiai érmünk volt 1984-ben még, a Csonka olimpiáról 200 mellett. Hát ilyen formán nincs egy nagy társadalmi nyomás vagy elvárás az úszósporttól. Inkább az alpesi sportok, népszerűek, hát olyan hobbi szinten elúszogatnak. Hány úszóval érkeztél és milyen elvárásokkal? 17 úszóval érkeztünk, elsősorban ez egy tesztverseny számunkra, a jövő évi Eljobbhoz. Tehát tulajdonképpen meg akarjuk nézni, hogy milyen a versenyhelyszín, milyenek a rajtkövek, milyen a szervezés. Nagyon elégedettek vagyunk eddig, és az úszók egész jó időket produkálnak. Hogy tetszik a győri úszoda és egyáltalán a város? A győri úszoda fantasztikus. Én már voltam itt edzőtáborban és a saját klubommal. Ezen a versenyen is másodjára veszünk részt, tehát szerelmes lehet bele az ember. Nagyon ideális, és szerencsére vigyáznak is rá. Tehát ez egy évvel ezelőtti állapotokhoz képest semmi romlást nem látok, inkább optimalizálták a verseny szervezést is. Nagyon elégedett vagyok. A város maga pedig könnyed, nagyon jól lehet lenni, és átlátható. Szeretem.